Üdvözlök mindenkit, Lakatos Péter vagyok, és ez a Kortaló Podcast, és a vendégem Iván Jósi, és menopauza aktivista, ugye? Tehát itt a férfiakat elbeszélettük, azt gondolom, nem csak nyilván viccelek, Biztos, és nem azt írod, biztos. hogy éljek a 40 felettiek mozgalom és csoport. Igen, mozgalom, közösség, csoport, minden van. Szóval, hogy a menopauza, és akkor ezt próbáljuk valahogy úgy kezelni ezt az egész témát, ha lehetséges, hogy a laikusok is értsék. Szerintem sokszor a nők sem értik ezt a dolgot, de neked azért közben, az elején rögtön elmondom, hogy legyen egy promó is, hogy jön ki egy könyved ezzel kapcsolatban. És a beszélgetésben, ha lehet, akkor jussunk el addig, hogy ebből az állapotból, mert hogy általában ezek a világmegváltó ötletek abból jönnek, hogy valakinek majd baja van, hogyan lett egy könyv, jó? Ez így oké Jó. lehet? Szuper, Abszolút. oké. Abszolút. Szóval, hogy miért kezdtél foglalkozni ezzel a témával? Hát személyes indítatás. 2018-ban volt egy endometriózis műtétem, és ott így megkérdezték, hogy menopauzában van. Hát annyira hirtelenül vagy váratlanul ért a kérdés, hogy lefagytam, nem tudtam válaszolni. Hát 44 éves voltam, és ugye azért az átlag nő fejében, az enyémben is azért, hogy a menopauza az majd 50 körül fog jönni, tehát hogy 44 évesen miért kérdezi el tőlem valaki, és utána, a műtét utána, még így lábadozásban voltam, elolvastam mindent, amit találtam az interneten. És hát legnagyobb megdöbbenésemre rá kellett jönni, hogy ez sokkal durvább lesz, mint ahogy én gondoltam, és hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről nem is tudunk, mert ugye amit a magyar interneten lehet olvasni, ez egy dolog, és mentem tovább, angol-amerikai oldalak, és egy fél évvel később beköszöntöttek nálam a tünetek, és így szerencsésen már tudtam magamat diagnosztizálni, hogy perimenopauzába léptem. Valószínűleg enélkül nem, ez nem történt volna meg, és ekkor elkezdtem írni erről a hát folyamatról, meg hogy elkezdődött nálam. És magam is meglepődtem, hogy szerdán kitette az Index a főoldalra, hogy akit a menopauza szele megcsapott. Gyorsan indítottam egy zárt csoportot, és péntekre 500-an lettünk. Tehát így akkor éreztem meg, hogy úristen, nem én vagyok az egyetlen, akinek fogalma nincs erről az egészről, egyrészt. Kettő, szeretne többet tudni róla, és nyilván ez egyszerre volt ilyen felemelő is, meg félelmetes is, hogy itt van egy csomó nő, várják tőlem az információt, most mit kellene csinálnom, vagy mondanom, vagy mi legyen, és szerencsére a kíváncsiság mindig hajtott, meg hajt, úgyhogy teljesen belemerültem a témába, és ugye igazából ez az 5 év, ami így közben eltelt, hogy most már 8000-en vagyunk a csoportban, meg hogy azért nagyon sok tudást magamra szedtem, meg hogy a Magyar Menopauza Társaság felvette tagjai közé, ami egy óriási dolog, tehát ott csak orvosok vannak, meg szerintem én nem orvos. És ugye nagyon sokat kellett nekem is ez olvasnom, megkérdeznem, meg interjúznom, hogy merjek egyáltalán egy könyvet írni erről. Mert azért ez egy nagyon, úgy is mondhatnám, hogy új ág, mert hogy a menopauzális medicina, mint olyan, az csak 30 éve létezik. És mi volt az a pont, vagy vannak olyan pontok, amelyek mondjuk azt, hogy mint ilyen mítoszok terjednek a nők között, hogy egyébként ilyen egy menopauza, vagy ennek kell lennie, és akkor ehhez képest te azt látod, hogy a konkrétum az teljesen máshogy néz ki. Hát rengeteg tévhit van egyébként, de igazából ez nem azért van, mert a nők mondjam, nem tudnak utána nézni, vagy nem akarnak utána nézni, hanem nem tanuljuk sehol. Ugye nagyon kevés cikk születik erről, meg nem is az, hogy kevés, hiteles cikk mondjuk, és amit találnak az interneten, az emberek annak elkezdenek hinni. És a legnagyobb probléma egyébként, hogy sokan azt gondolják, hogy egyrészt a menopauza az a leépülés. Tehát, hogy itt elkezdődik egy ilyen 45 körül mondjuk egy ilyen lejtmenet, és akkor ezt el kell fogadni, hogy itt nincsenek megoldások, itt nem lehet, ez az, mert ugye nyilván a menopauza az az öregedés része is, tehát hogy vannak olyan dolgok, amikről nehéz megállapítani, hogy ez most menopauza, vagy az öregedés, mert ez a kéz a kézben jár,
De hogy sokan azt gondolják, hogy bizonyos tünetekre nincsenek megoldások, ezért nem is foglalkoznak vele, holott a menopauza az pontosan arról szól, hogy vannak tünetek, ugye az ösztrogén hiányból fakadó tünetek, és utána pedig a menopauza után, amikor már nem termel ösztrogént a szervezet, akkor abból bizonyos betegségek adódhatnak, és azokat nyilván szeretnénk megakadályozni, mint a csontritkulás, kardiovaszkuláris betegségek, demencia. Úgyhogy erre a két nagy területre kell fókuszálni, hogy a tünetek, amelyek mondjuk a hétköznapjainkat befolyásolni tudják, és utána pedig a posztmenopauzában hogyan is tudjuk magunkat karbantartani. És egyébként az egésznek a lényege az, hogy tehát egyrészt nem szabad azt mondani, hogy ez egy lejtő, mert nem az. Tehát, hogy ez egy természetes folyamat, de nagyon sok mindent át kell gondolni, és nagyon sok kis dolgot meg kell változtatni az életünkben, mert különben nem fog menni. Tehát, hogy ez a 40 ilyen szempontból, ez egy kiváló alkalom, hogy az ember kicsit így átnézze az életét, hogy mit is kellene megváltoztatni. Tehát én is 10-akárhány kilóval több voltam, meg cigaretta, alkohol, tehát, hogy azért rendesen át kellett formálnom a dolgokat az életemben. Ugye mondtad, hogy jöttek a tünetek, meg ugye az endometriózussal kapcsolatban felmerült a kérdés. Te is úgy látod, hogy inkább ez ilyen az embereket meglepő, hogy hú, már ez megérkezett, és van-e, vagy kellene erre előre felkészülni, tehát rágyúrni arra, hogy ez be fog következni, és nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban történik az, amikor bekövetkezik. Igen, ez pontosan így van egyébként. Ha én tudtam volna erről, akkor biztos nem vagyok 40 évesen olyan, amilyen voltam. Ugye én most 49 vagyok. Hogy ugye említettem, hogy a menopauza az öregedés része, de a menopauza fel is gyorsítja az öregedést sajnos. És a menopauza maga, csak ugye alapokkal tisztában legyünk, hogy az 55-51 éves kor körül történik meg Magyarországon, ez egy nap egyébként. Tehát ez a köznyelven rosszul használjuk, de mindenki érti nyilván, tehát menopauza az a nap, amikor én megállapítom, hogy 12 hónapja nem volt menstruáció. Az előtte lévő pár évet, mondjuk 45-től, 44-45-től, akkor szokott bekövetkezni a perimenopauza, és itt vannak ugye ezek a tünetek, amikor még menstruális az ember, vagy szabálytalanul menstruál, jönnek mindenféle mentális, fizikális tünetek, menopauza, aztán posztmenopauza, amikor már nincs ösztrogén termelés. Na most a tünetek nagyon változatosak tudnak lenni, és sokszor ezért sem tudják a nők, hogy most ez menopauza, vagy egyébként csak stresszes az életem, vagy a munkájában van több probléma, mert ráadásul a perimenopauzánál mentális tünetek, nektek nálam is mentális tünetekkel kezdődött a folyamat, ilyen szorongás, depresszió, egyfolytában aggódtam valamin, nagyon megviselt minden, és én nem voltam ilyen előtte. És pontosan olyan volt, hogy Úristen, valaki átvette a hatalmat felettem, hogy nem tudom kontrollálni az érzés. Dürohamaim, olyan dürohamai lettek, hogy tehát így a férjem is mondta, hogy hát ez nem te vagy. És mondtam, hogy ez nem én vagyok, ez a hormon gyakorlatilag, és ugye sokszor erre gondolhatjuk azt, hogy ez nem a menopauza, hanem kicsit idegesebbek vagyunk, vagy valami, meg ugye 40 körül annyi minden történik egy nő életében, tehát nem csak ez az öregedés, vagy a menopauza, hanem hogy a karrierje hol tart, vagy nem tudom, elvált éppen, vagy időszülők ápolása, vagy a gyerekek, ugye ott kirepülnek, tehát hogy nagyon komplex időszak, és sokan ugye nem is gondolják, hogy menopauza, a kettő elmegy az orvoshoz, mit mond az orvos? Ó, maga még túl fiatal ehhez. És akkor ez egy ilyen teljesen téves hozzáállás az orvosoktól, mert nagyon sok nőnél elkezdődik, de nem mindenkinél lesznek durva tünetek egyébként. Tehát nem minden, 25, a nők 25%-ának nincsenek tünetei. Tehát ugye átgaloppoznak ezen. Viszont 75%-nak van, szóval a 75%-ból 25-nek viszont komoly tünetei vannak. Mennyire függhet össze, ugye látunk ilyen kutatásokat, tehát miért beszélünk megelőzésről? Már nem hogy a menopauza megelőzésről, mert most nyilván az nem tudjuk megelőzni, de mondjuk, hogy életkorilag mikor következik be, és mikor mondjuk ki valamire, valakire, hogy már mondjuk a perimenopauza elkezdődött. Én egy sor kutatást láttam, ami azt mutatja, hogy minél korábban
következik ez be. Hát finoman szólva annál rosszabbak az életkilátások. Igen. Tehát Kamatok gyakorlatilag az halnak meg. élethossz és az életminőség is Igen. ugye drasztikusan Igen. csökken. Tehát, hogy ezt te is így látod? Nyilván Így erről van. fogsz írni a könyvben. Ez így van. Három dolog, ami nagyon fel tudja gyorsítani ugye ezt az egész folyamatot. Dohányzás, elhízott embereknél ugye ez abszolút előjön, és az alkohol. De inkább, tehát a dohányzás és az elhízás, az a kettő, ez abszolút kéz a kézben jár. Kimutatták például, hogy a dohányzás az 2 évvel előrébb hozza a menopauzát. Tehát, hogy erre kutatás van. Úgyhogy a korai menopauzának egyébként több fajtája van. Ez azt jelenti, hogy ha 45 előtt történik meg a menopauza, ennek lehet természetes módja, ez genetika általában. Tehát ilyenkor azért fontos, hogy beszélgessünk a családnő tagjaival, mert nekem is van olyan csoporttagom, aki nem beszélgetett erről, vagy hát tudta, hogy az anyukájának vagy a testvérének korai menopauzája volt, és amikor akart volna még egy gyereket, 39 évesen elment orvoshoz, és mondták neki, hogy itt már nem lesz több gyerek, mert korai menopauza. De, és ő még most idézőben mondom ezt, hogy szerencsés volt, mert már volt gyereke, de hogy ugye ez egy családtervezést, ez abszolút áthúz, ha valaki ezt nem tudja. Ez az egyik. A korai menopauza még lehet műtéti, művi, tehát mondjuk hogyha valakinek ki kell venni a petefészkeit, tehát ott egyből másnap menopauzába kerül, és ott egyébként, tehát minden korai menopauzánál javasolt a hormon terápia, hormonpótlás, mert ahogy említettem, mondjuk ha valaki 40 évesen belép a menopauzába, 50 év helyett, akkor ott hirtelen 10 év eltűnik az életéből, és olyan, mintha 50 éves lenne, és ezt szokták is mondani, hogy úgy éreztem, hogy hirtelen öregedtem 10 évet. Mert hogy ez a menopauza, ez nagyon, tehát hogy akiknél mondjuk egy sugárterápia, vagy egy kemoterápia kapcsán történik korai menopauza, mert ugye ez is megtörténhet, sajnos ők is egyből korai menopauzába kerülnek, és ott is javasolt ez, mert az öregedés felgyorsult. Tehát azt szokták mondani, hogy náluk legalább 50 éves korig szükséges a hormonterápia, hogy lelassuljon ez a folyamat, mert és ahogy te is mondtad, erre is van kutatás, hogy igen, hogyha ezeket nem kezelik rendesen, a korai menopauza az betegség. Tehát az nem természetes folyamat, mint a menopauza, az betegség, ezt kezelni kell, mert különben tényleg a halálozási ráta nagyobb náluk, mint azoknál, akiknél 50 éves korban történik meg a menopauza. Ez a menopauzán belül is egy ilyen tabu téma, hogy nem nagyon beszélünk róla, pedig, ha jól emlékszem, 100-ból 1 nő érintett. Igen, amiket sztadikat néztem, azoknál mindig egyértelműen azok a szív- és érrendszeri betegségek, rákos betegségek és egyebek az mindig, és kiegészítésképpen, és akkor most erről beszéljünk egy kicsit, mert nyilván a hormonális millió, ahogy szokták mondani, hát az itt megváltozik drámaian, tehát az oszteoporózis, szarkopénia, ugye lefordítjuk szépen magyarra, a csontritkulás és az izomritkulás, mert hogy ez lenne a hivatalos neve, ezek drámaian megjelennek. Ezt jól Igen, értem? abszolút. Ezért is szokták mondani, hogy ha egyetlen egy dolgot lehet javasolni, hogy mit csinálja a menopauzában, az a sport. Hogy lehet nyilván mindenféle mást használni, vagy csinálni, de hogy a sporttal tudsz a legtöbbet tenni magadért, mert ugye ez mentálisan is hat, a testedre is hat, és végül is azért nem kell sok befektetés hozzá, valljuk be, de nyilván a menopauzát kezelni kell, bármilyen tünete van az embernek, amikor úgy érzi, hogy ez hatással van a mindennapjaira. Tehát ez az, amit mondtam, hogy olyan nem szabad csinálni, hogy nekem már fél éve olyan hullámzásom van, hogy nem tudok dolgozni, nem tudok aludni, nem tudok családi életet élni, mert ugye a nők mindent is kibírnak, meg a hőhullámban még senki nem halt bele, de viszont már van kutatás is erre, hogy a nem kezelt, intenzív, hosszantartó hőhullám szintén kardiovaszkuláris problémákkal jelenhet meg később, és ezért is szoktam mondani, hogy ne üljünk problémákon, ne üljünk tüneteken, majdnem mindenre van megoldás.
és amit te mondasz, hogy csontritkulás, meg kardió, meg tehát ami az ösztrogén hiányból fakad, azokat is lehet kezelni. Tehát szűrővizsgálatok. Itt ugyanez, hogy 40 felett szűrővizsgálatoknak elképesztő fontosságú, hogy járjunk, mert például 50 felett a mellráknak, 50 és 60 felett beindul a mellrák kockázat még jobban. És ugye a nőknek a 100%-a, mondhatom így, a mellráktól tart a legjobban, holott tudjuk, hogy szív- és érrendszeri betegségben halnak meg 50 felett. Tehát Felzárkóznak a férfiakhoz egészen konkrétan. Igen. És várják, hogy itt lenne egy kérdésem, mert ugye, ha már hormonális dolgokról beszélünk, akkor ugye, jól emlékszem, egy 2002-es study volt arról, hogy hát ez életveszély a nőknek a hormonpótlás. Ugye ez a kutatás azt hozta ki, hogy Isten ments, hogy nők mondjuk ösztrogén pótlásban részesüljenek. Szóval ez nagyon beette magát a köztudatba. Erről egy picit tudsz beszélni, mert ugye tudjuk, hogy ez nem teljesen így volt. Szóval ez picit ugye próbált megcáfolni. Igen. Tehát itt igazából ugye az interpretációja a médiában, az egy rosszul, tehát rosszul sikerült lefordítani az átlag embernek. Igazából ez a 2002-es Women's Health Initiative kutatás, ez arról szólt, ez egy nagyon nagy számú kutatás volt, 161 ezer nő, 50 és 79 között. Ők azt akarták már itt megnézni, hogy a hormonpótlás a koszorúért betegségekre hat-e. Nem azt, hogy a hormon jó-e, hanem a koszorúére. Tehát azt tudták már előtte is, hogy a hormon jó. Most egyébként sarkítok így, hogy a hormon jó, majd ezt elmondom utána, de itt azt akarták megnézni, hogy a koszorúért betegségekre megelőzhető-e hormonnal. Ja. Pont amit beszéltünk, hogy 50 felett ugye a nők felzárkoznak. Na most ez 5 és 5,2, tehát még 5 év után leállították, mert hogy előjött ugye egy mellrák. Na most megnézték, hogy mi is történt itt, és hát kiderült, hogy a kutatásban résztvevő átlag életkora 63 év volt, tehát 60 felett nem írnak fel hormont ma már. Tehát jó, tehát 60 felett nem írnak fel hormont, ugye, mert van egy ilyen időablak, ami a menopauza időpontjához közel kell legyen, maximum 10 éven belül, és 60 év alatt. Tehát ez volt az egyik. A másik, hogy ugye itt háromféle csoport volt, placebo, volt egy ösztrogén, akiknél nem volt, akiknek már nem volt még, a másik csoportnál ösztrogén és progeszteron. Na most ezeket a hormonokat, amiket akkor ott szedtek, mi ezt már nem használjuk, ilyen primarin, vemhes kanca vizeletéből kinyert ösztrogén, meg ilyenek, tehát hogy egyrészt ez sem igaz már, nem használunk ilyen hormon. A harmadik pedig, hogy nem is tudták, hogy kinek milyen tünete volt. Tehát, hogy már olyanok is voltak a csoportban, akiknek előre haladott betegségeik voltak, vagy lehet, hogy nem is volt tünetük. Tehát, hogy ezt azóta százszor megcáfolták, hogy ez nem így van. Tehát bizonyos dolgokat azért ki lehetett venni ebből a kutatásból, de azt így kijelenteni, hogy emiatt ne szedjél hormont, mert mellrákot fogsz kapni, ez teljesen hülyeség. Csak ugye nem ment át ez utána, hogy ez a kutatás ez nem arról szólt, hanem erről szólt, és egyébként meg már, tehát például nekem a könyvben van egy ilyen sor, hogy az emlőráktól való félelem alaptalan, és ezt a Magyar Menopauza Társaság elnöke mondja. Úgyhogy nyilván ez a menopauza azért is nehéz, mert hogy nincsenek univerzális megoldások. Tehát, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy én most akkor ezt szedem, ezt csinálom, azt csinálom, lehet, hogy másnak totál nem fog működni, mert ugye máshogy élünk, másként élünk, más a felfogásunk, más dolgokat eszünk, meg másként gondolkozunk. És itt vissza kell térnem arra, egyébként nem vagyok annyira spirituális alkat, de a könyv írása kapcsán arra kellett rájönnöm, hogy elképesztő hatása van az agyunknak. Tehát olyan tényezők jöttek ki kutatásokból, hogy a hőhullámra a klinikai hipnózis, a kognitív viselkedési terápia abszolút bizonyítottan hatni tud például. És a placebo hatás, tehát hogy annyira tudunk hinni a placebónak, hogy tehát a placebo hatás azt jelenti például egy hőhullámnál,
hogy napi öttel tudjuk csökkenteni a hőhullámunkat, ha hiszünk abban, hogy ez valami, tehát hogy lecsökkenti, ha elkezdünk valamit szedni. Tehát, hogy elképesztő az, amit mi magunk tudunk magunkkal csinálni. Tehát, hogy ezért szoktam mondani, hogy nincsenek csodaszerek, te magad vagy egyébként a csodaszer, mert egy csomó mindent tudsz magaddal csinálni. Mert ugye sokszor vagyunk úgy, hogy jaj, szeretnék lefogyni, tudsz valamit ajánlani? Igen, igen, tehát hogy mit vegyek meg, ugye ez a Igen, kérdés és ami általában. neked működik, nyilván nekem is működik, tehát akkor gyakorlatilag copy-paste Igen. programmal dolgozhatunk. Igen, ez elég gyakori. És még valami, amit múltkor beszélgettünk, és az úgy szöget ütött a fejembe, hormonokról beszélgettünk, Igen, és egy olyan azt hormon hiszem. nevét mondtad ki, amitől a nők ugye rettegnek úgy általában, és ez a tesztoszteron. Ugye mondtál egy ilyet, hogy Igen. nálad, megint csak itt kiemeljük, hogy nálad ennek lehetett szerepe. Nem biztos, hogy mindenkinél ilyen mértékben és pont úgy, tehát nem tessék ezt így interpretálni, de hogy ez neked egy nagy megtapasztalás volt. De egy picit Igen. beszélsz erről? Igen. Ugye a tesztoszteronról azt gondoljuk, hogy ez a férfi hormon, ami igaz, de a női szervezet is ugyanúgy termel tesztoszteront. Tehát, és ugyanúgy hat az izomerőre, a kognitív képességekre, tehát bizonyos dolgokat, Libidóra. libidó, abszolút, igen. És tavaly kezdtem el a tesztoszteronra, tehát elkezdtem kutatni, hogy hogyan is kapcsolódik ez itt a menopauza témakörhöz, és ugye külföldi kutatásokat, meg cikkeket olvastam, és ott többször előjött, hogy ugye alacsony libidóra a tesztoszteron abszolút működik, tehát ez le van kutatva, egyébként tényleg a Magyar Menopauza Társaságnak is van egy ilyen kinyilatkoztatása, hogy ez egy protokoll, hogyha Magyarországon valaki elmegy egy nőgyógyászhoz, aki képben van menopauzában, és aki ismeri ezt a részét, az felírhat tesztoszteront nőknek. Na most ugye itt a probléma csak az, hogy Magyarországon nincsen tesztoszteron nőknek, hanem tesztoszteron csak férfiaknak van, ugye, mert hogy Mert férfi nemi hormon. igen, tehát hogy Ausztráliában van egy darab olyan dolog, egy olyan készítmény, amit kifejezetten nőknek fejlesztettek ki, mert hogy egyébként itt van a kezemben egy ilyen tesztoszteron, hogyha megmutathatom. Ja, persze, persze. Ez egy ilyen kis gél, tasak, és az a lényege, hogy ugye a férfiaknak ezt felírják, és az egészet magukra kenik. Na most egy nőnek ebből egy naponta, vagy 2 naponta egy borsó kell, tehát hogy ezzel megy ugye így a művészkedés, hogy ezt ebből hogy szedett ki, úgyhogy egy borsó, meg ez alkoholos, ugye, tehát hogy ne száradjon ki. Na most a lényeg az, hogy elkezdtek a nők nagy tételben tesztoszteront Angliában használni alacsony libidóra. És előjöttek olyan visszajelzések, hogy de hát ez nem csak libidóra jó, hanem amit előbb mondtam, hogy izomerő, kognitív képességek, a fáradtság, a hangulatváltozás, tehát hogy másra is. És én is felirattam magam, tehát alacsony libidó kategóriába beleestem, felírták nekem tavaly, és legnagyobb meglepetésemre én is ezt kezdtem el hamarabb érezni, tehát nevezzük mellékhatásnak, és teljesen meg is lepődtem. Aztán utána még jobban utána néztem, és annyi nő elkezdte ezt mondani, hogy most már elkezdték, úgy hívják a doktornőt, hogy dr. Susan Davis, egy ausztrál doktornő, akit a tesztoszteron nagyasszonyának hívnak, hogy annyian felhozták a témát, hogy miért nem lehet nőknek felírni tesztoszteront nem csak alacsony libidóra, hanem erre is, hogy most éppen folyik ennek a kutatása, hogy ez bebizonyosodjon, és ha ez bebizonyosodik, akkor utána ezt is felírhatják a nőknek. Ugye ez például egy abszolút nálunk ez nem igazán elterjedt téma, és tényleg csak olyan orvossal érdemes erről beszélni, aki nyitott ezekre a témákra, mert én szoktam egyébként nőgyógyászokat tesztelni, így szabadidőmben, és hát sajnos azért az a probléma, hogy nem sokan vannak képben, na, szóval. Ja, pont ide akartam rácsatlakozni a kérdésemmel, hogy a mi csoportunkban, ugye a kortanú csoportban, amikor ilyen téma felmerül,
Akkor persze nagyjából a második kérdés az az, hogy tudtok-e egy jó szakembert? És aztán hát ilyenkor ugye homokórázik a gép, mert hogy, és nem azért, mert nincsenek jó szakemberek, csak talán nincs, tehát hogy nem is ismerjük őket így, vagy kézről szájról szájra jár a hírük. Tehát ma már azért mondjuk endokrinológiáról beszélünk. Mennyire általános az, hogy mondjuk ez ha elmegy egy hölgy ezzel egy magyarországi szakorvoshoz, akkor erre kap egy ilyen megnyugtató választ, és nem dobja ki őt a tesztoszteron kérdéssel. Hát azért ritka, ritka. Mert gyakorlatilag az is egy érdekes kérdéskör, hogy miért a nőgyógyászhoz megyünk főleg a menopauzával, mert ugye annyira petefészek központúnak gondoljuk ezt az egészet, pedig azért itt az agyunk is, tehát vannak erre kutatások, hogy az agy és a petefészek milyen kapcsolatban van, tehát hogy az egészséges agy az egészséges petefészek, és fordítva. És gyakorlatilag az, amikor beszélgetek orvosokkal erről, hogy miért nem szakosodnak menopauzára, mert hogy szerintem a menopauza egy aranybánya, meg ugye a menopauzán minden nő keresztül megy, viszont szülni nem minden nő fog. Tehát, hogy, és akkor itt szoktam ezt így, ha már mondjuk anyagi dolgokról beszélünk, és Magyarországon azt a választ kaptam erre, hogy ugye el kéne olvasni még több könyvet ehhez, meg napra késznek kéne lenni a kutatásokkal, és hogy ez annyira hogy mondjam, pont amit az elején mondtam, hogy annyira új ez a menopauzális medicina, hogy nincsenek, tehát nincs, egy csomó dologban még nincsenek lefektetett dolgok, mert ugye 93 óta vonják be a nőket is mindenféle klinikai kutatásba, tehát előtte megcsináltak mindent a rákra, a kardió, a diabétesz, a nem tudom mi, és akkor most meg néznek, hogy de hát a nők nem így reagálnak, mert más a metabolizmusuk, más a fájdalom küszöbük, más a nem tudom mi. Tehát, hogy gyakorlatilag itt ez a probléma ezzel, hogy nincs elég kutatás, nincsenek még meg pontosan a lefektetett szabályok. Most májusban voltam egy menopauza konferencián Firenzében. Én szerencsésen alakult, hogy bevonatoztam, mert itt lakunk Olaszországban, és ott voltak tök nagy nevek Amerikából, meg Angliából. És az egyik előadáson mondtak valamit, és a másik előadáson egy tök mást mondtak. Tehát, hogy még Amerika, meg Anglia is teljesen különböző dolgokat vall bizonyos hormonpótlásról például. Szóval, hogy ennyire nincs meg az egységes konszenzus, és arról meg nem beszélek, hogy az influencer, menopauza influencerek hatása az mennyire káros, legalábbis Amerikában nagyon, nagyon. Na és akkor eljutunk a könyvig. Igen. Szóval hogy lett ebből könyv? Hát igazából, most nem azt mondom, hogy véletlenül, de tavaly keresett meg a Jaffa kiadó, és akkor mondták, hogy nem akarsz egy könyvet írni? És hát mondtam, hogy persze, szívesen, de én nem tudok könyvet írni egyébként, Bocsánat, egy tehát kérdés, hogy mire felkerestek meg, mert azért tehát hát a menopauza kapcsán, meg hogy ez a 40, tehát hogy a 40 feletti nők, a 40 feletti közösség, tehát hogy akkor megvolt ez a Értem. nagy, hogy is mondjam, tehát hogy amikor én elkezdtem 7 éve írni a 40 feletti nőkről, 40 feletti nőknek, akkor elkezdődött ez a közösségépítés, és akkor már sok nő volt a közösségben, és akkor megkezdték, hogy nem akarok egy könyvet írni, és hát mondom, jó, és ez egyébként egy vicces sztori volt, mert megírtam a felét a könyvnek, átküldtem nekik, és felhívtak, hogy figyelj, ez tök jó, de ez egy memoár, mi meg egy menopauza könyvet vártunk. És akkor mondták, hogy jó, akkor ezt írd meg, és akkor utána jöhet a menopauza könyv. Egyébként én azt is gondolom, hogy ez jó, hogy így történt, mert előrébb voltam, mint tavaly. És a másik pedig, hogy mostanra élet meg egyébként. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy egy ilyen típusú könyvet kiadjon az ember, amiben van, nem tudom, 150 lábjegyzet, mert hogy 150 kutatásra hivatkozok benne, Világos. meg az, hogy a Menopauza Társaság elnöke azt mondja, hogy ez egy bátor könyv, és hogy ő is reklámozni fogja, és szerinte hasznosabb, mint egy orvosi vizit. Tehát, hogy azért ez ide el kell jutni, tehát ez nem olyan, hogy az ember
egy-két évig olvasgatja, nem tudom mit, és tehát, hogy én nekem ide el kellett jutnom magyarul, hogy megtörténjen ez, és persze szerintem majd fogok egyet utána én, amikor már túl vagyok rajta, mert hogy ugye még én is most perimenopauzában tesztelem magamon a dolgokat, hogy ugye át tudjam adni a nőknek, mert Világos. minden nap jön a levél, hogy mondjad, mit csináljak, hova menjek, melyik orvos, bevegyem, ne vegyem, tehát hogy én nem vagyok orvos, ugye én nem adhatok senkinek tanácsot, de ezzel a könyvvel ezt át tudom majd hidalni. És akkor még a végére a podcastnek, hogy mikor jelenik meg a könyv? Október eleje. Október eleje. Igen, mert le van adva. Jó, rendben van. Rendben van. Akkor ez a szokásos csatornákon elérhető. Igen. Gondolom, hogy afa.hu, meg az összes könyvesbolt. És mennyire tudtad megírni laikusoknak is érthető módon? Hiszen valószínűleg a többség az lesz majd. Én azt gondolom, hogy abszolút érthető módon írtam meg, és persze nem elhanyagolva azt, hogy azért én szeretem challenge-elni az olvasót, tehát hogy azért legyen, tehát olyan, sok olyan dolog is van benne, amit lehet, hogy háromszor el kell olvasni, hogy átmenjen, de szerintem ez fontos, mert én egyébként ezt láttam a közösségemben, hogy ők igenis tovább akarnak menni, hogy de most akkor a progeszteron, ami van? Most a progeszteront lehet külön szedni alvásra? Tehát, hogy azért itt nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ami ugye, amiről itt most beszéltünk, az a felszín, de hogy a hormonpótlás, az, hogy az alvás mennyire alul értékelt dolog. Tehát, hogy például a menopauza konferencián Firenzében volt egy olyan szlájd, hogy ugye csomó minden fel volt sorolva, alvás probléma bekarikázva, és oda volt írva alá, hogy demencia előszoba, és hogy mennyire nem figyelünk erre, ugye majd a sírban alszok meg ilyenek, és közben, ha ez sokáig megy, akkor abszolút rizikófaktor lehet változókor után. Szóval, hogy sok dolog van, amit kinyilatkoztattam, és persze nem azt mondom, hogy most mindenkinek mindent le kell tenni, meg nem szabad semmit csinálni, de azért én is sok dologban változtattam, mert nem azt mondom, hogy megijesztettem magam, de azért sok mindent láttam, hogy Világos. mennyi, igen, hogy számít, igen, számít. Igen. Most én köszönöm szépen, hogy itt voltál, itt vagy. Még egy picit maradjál, mert felveszünk még egyet a prémium csoportnak, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát sok sikert a könyvhöz. Köszönöm szépen. Szia! Sziasztok, szia!